Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző csapat nevében. Szeretnénk mindenkit meghívni az ifjú huszárjaink rövid kis bemutatójára, amit most a zenével kezdenek. Köszönjük! Thank you.
Köszönjük szépen a huszároknak a lovas karoszel bemutatót, köszönjük a vastapsot. Szeretném az ifjú huszár csapatunkat bemutatni, a nézők felől bal oldalról kezdem. Gypsy nevű lován Bihari Patrik, Sixi nevű lován Jakab Barbara, Öcsi nevű lovával Balogh Piroska, Kamikadze nevű lovával Tóth René, és Timotei nevű lovával Bobek Laci. Aki a huszár karuszelt megtervezte és a zenét összeválogatta, Öcsi nevű lován Balogh Piroska. Köszönjük szépen! Most pedig egy lovas bemutatót látnak, és utána pedig egy, nem árulom el, egy szép lovas bemutatót látnak még gyerek nélkül, ugyanúgy Balogh Piroska bemutatásával. Köszönjük! Előtte nem beszéljük, meg utána már nem beszéljük. A két huszát most úgy fog kelleni elképzelni, mintha ellenségek volnának. Az egyik az osztrák császári hadsereg katonája, a másik pedig egy huszár, akik szabjával fognak egymásnak rontani.
Természetesen élőben ez sokkal durvább volt. A huszár tisztek általában azért szoktak egymással szabjával vívni, hogy ne kíméljék a huszár csapatot, ugyanis valamikor a kapitányok, hogyha kiálltak egymás ellen, akkor amellék volt a vesztes, de annak az a csapat megadta magát. Elismerték a kapitányok győzelmét. Thank you.
szépen a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület Lovas Csabalát látták. Köszönjük! Tapsot kérünk a huszároknak! Szeretném elmondani, hogy a sárga stáb bódéban gulyás jegyet.